Sziasztok! Kristóf a kockás ember, ez pedig nem más, mint a pénteki cset. Elég csöndes volt ez az elmúlt két hét, de azért nézzük meg, hogy mi történt benne. Na kezdjük! Bizony meglepően csöndes volt az elmúlt két hét, Akadtak pletykák, persze, mint például, hogy jövőre esetleg érkezni fog gyűrűk ura készletek, A Big Heads verzió az nagyjából biztos, de lehet, hogy más is de ez nyilván pletyka, úgyhogy ezeket inkább hagyjuk is, majd ha kijönnek a hivatalos képek, akkor majd jobban beszélgetünk róla. Viszont azért volt pár készlet bejelentés, még így az év végére, amik fognak érkezni, és azt kell mondani, hogy mind a kettőt nagyon-nagyon-nagyon várták már rajongók, hogy így fogalmazzak, hiszen az egyik készlet az a Winter, Winter Village nek a folytatása, ahol most egy igazán izgalmas kiegészítőt fogunk kapni a téli városunkhoz. Ez nem más, mint két bolt, egy villamos, illetve egy karácsonyfa, tehát egyszerűen száz, egy főteret tudunk kialakítani. A 10 as készletről beszélek, ami 1561 elemet fog tartalmazni, ezen kívül 6 minifigurát, és az ára a 100 euró lesz. Tehát ilyen durván 40 ezer forintért megkapni. Ami érdekes a készletben, hogy a villamos az feldíszíthető, illetve föl lehet majd szerelni külön megvásárolható motorral, illetve világítással, és akkor szépen föl lehet tenni a saját pályájára hiszen ez a szabvány méretű mozog kényelmesen. Nézzük az épületeket, itt ugye két boltot kapunk, az egyik egy játékbolt, a másik pedig egy hangszerbolt, ugye szépen fel van a díszítve karácsonyi hangulatban, illetve az emelten, hiszen két emeltesek, rendes lakótért kapunk, úgyhogy nagyon kis izgalmasan kinéző készlet, azt gondolom, hogy a Winter Village rajongók, azok imádni fogják ezt a késztet, de persze írjátok meg, hogy ti mit gondoltok róla, mert igazán kíváncsiak, hogy nektek mennyire tetszik. Ja, és még egy fontos dolog, hogy harmadikától elérhető a vip nak és hetedikétől lesz megkapható nagyjából bárkinek, illetve akkor lesz elérhető az üzletekben, bár azt gondolom, hogy ezt Magyarországon működni szokott, harmadikától ott is mindenhol elérhető lesz, úgyhogy nem kell nagyon foglalkozni ezzel. Na de, Térjünk át arra, amit szintén mindenki nagyon-nagyon várt, és ez pedig nem más, mint a következő Star Wars Ultimate Classic Series-nek a készlete, amit igazából már megszokattunk, hogy szinte minden karácsonykor megjelenik. Nos, most a Razor nek lesz egy gyönyörű, szép, hatalmas méretekkel rendelkező készlete. Egyből csapjunk is bele az adatokba, mert azt gondolom, hogy azok igazán impozáns. Ugye a száma 75 es lesz, 6187 elemből fog állni, négy minifigurát fogunk hozzá kapni, illetve egy építető állatot. Ugye ez a négy figura a mandolíren kül, grugru, -gru, illetve májt lesz, és ami még szintén érdekes, hogy egy a 34-es arányban fog ez megjelenni, vagy pontos méretekkel lefordítva, 72 cm hosszú, 50 cm széles és 24 cm magas, tehát ahogy halljátok, egy igazán imponzás nagy készletet fogunk megkapni, gyönyörű szépen kidolgozott belső terekkel, ahogyan lennie kell, illetve a figurák is igazán különlegesek. És akkor jön az ár, amit eddig nem említettem, hogy ez 230 forint lesz, és ugyanúgy október 30-ától elérhető lesz a VIP tagoknak és 7-től mindenkinek, de hát ez szintén Magyarországon eh, az gondolom hogy 3 mindenki hozzá tud férni. De a lényeg, az ár, hát azt kell mondom, hogy szerintem elég borsos, hiszen azért elég sokat kérnek érte, viszont a UCS készleteket, amit mostában megjelentek, mind pont belepasszol, tehát hogy nincsen nagy kiugrás benne. De hát ezt döntsétek el ti, illetve hát azt gondolom, hogy lesz bőséggel Razor Crest rajongó, úgyhogy mert fogják, mint a cukrot. te szintén írtam meg kommentben, mit gondoltok róla. És akkor jöjjön egy másik érdekesség októberre, mert azért még nem folytunk ki az októberi újdonságokból, ez nem más, mint a Idizon megjelent nyereményjáték, vagy hát ilyen versenynek a győztese, ugye ez a seaside verseny volt, annak lesz a készlete most megkapható, mint ajándékkészlet, méghozzá elsőjétől, ugye ennek a neve nem más, mint a Raid Castaway, vagy egy kis hajótörőtet kapunk a kis szigetével, ami a lényeg, hogy 120 euróért kell majd érte vásárolni, ez nem tudom pontosan mennyi lesz majd forintban, majd meglátjuk, ugye elsőjén, ugye elsőjén kezdődik az akció, és 16 ig fog tartani, tehát ha valaki gondolkozik az előző két készletnek a megvásárlásában, akkor az gondolom, hogy örülni fog neki, hogy lesz mellé egy ajándék készlet is. Mindenesetre nagyon jó néz ki a készlet, és ami a legizgalmasabb benne, hogy borzasztóan sokat nem változott az elsőre beküldött eredetihez képest, tehát igyekeztek nagyon szépen megtartani az eredeti verziót. Azért ez nagyon szimpatikus, én azt gondolom. És igazából, ha már úgymond pletykával kezdtem az adás elejét, akkor pletykával is fejezem be, mert ez elég biztos egy pletyka, hiszen ugye még idén meg fogjuk kapni az elfejtornyot, itt is nagyjából pont úgy lehet fogalmazni, mint hogy ugye tavaly kaptuk a Titanicot, most is kapunk valami hatalmas készlet. most ez az elfejtorony lesz, ami Nek még nincs semmilyen hivatalos képe, tehát azért mondom csak plegykának, viszont azt már nagyon is jól lehet tudni, hogy 10 egy elemből fog állni, tehát nem lesz egy apróság, és ez a mérete is remekül mutatja, hiszen 150 cm magas lesz, és 50 cm széles, tehát tényleg egy durva méretekkel rendelkező készletet kapunk. És ehhez méltóan az ára sem lesz éppenséggel visszafogott, hiszen durván 180 euró lesz az ára, megjelenése pedig november 25-ére várható, tehát a Black Friday időszakára, de hát azt gondolom, hogy remélhetőleg nem ez lesz az a dolog, ami izgalmas lesz a Black Friday, nem lesz rendes valami akció, hiszen ez tovább nagyon csúnya elmaradt. És akkor ezzel a kis petkával zárnám is a mai adást, remélem tetszett ez a kis rövid összefoglaló, ha így van, akkor jöhet a like, jöhet a feliratkozás, illetve nevkedetek el a kommentekről sem, illetve tudjátok támogatni a munkásságomat is, amihez a linkek megtaláltok a videók alatt, ezt először nagyon szépen köszönöm. A következő adási pedig mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!